kinek tartják az emberek az embert? Ők így válaszoltak, van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. Ő tovább kérdezte tőlük, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten. Ekkor Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat. A pokol kapuit sem vesznek előtt rajta. Neked adom a mennyei országának kulcsait, amit megkötsz a földön, megvesztett a mennyben is, és amit föloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Ezek az evangélium igéjé. Áldjon. Zsoltáros azt írta egykor, dicsőséges az Isten az ő szentjeiben, és csodálatos fölségű, amikor jelentünk be. Isten dicsőségét a mai ünnepen, itt a búcsú napján, a főapostolok, Péter és Pál apostol életéből, illetőleg a mai nap ünnepen szentjének, Szent László királynak az életéből. És tudjuk, hogy az te nem állt előtt távol, hiszen szentnek nem született senki, de minden Isten kedvet gyermekei, hiszen még az Ószövetség is Isten gyermekei, választott népjaink szenteknek nevezett. Szent Péter apostol, akinek tiszteletére Pálon együtt a templomunk lett építve és szentelve, különös ember. Hol neki egy természet? Az a sok kötekedés, zöldölődés, fele-fele marás a másik mellében, az mind jó lány. Mert rá lehetnek jönni, hogy ebben az emberben mekkora lélek van, mennyire meg tud hatolni. Amikor először találkozott Jézussal a csodálatos alkotásnál, megrendült, azt mondta, menj el tőle, Uram, mert bűnös ember vagyok. És akkor Jézus bátorította és vigasztalta, nem Simon, én emberek halászává teszlek. És megváltoztatta a nevét is Péterre, kősziklára. Mert neki tervei voltak ezzel az apostolra. És Péter Jézusért képes volt a tűzbe venni. Minden megtett érte. Hiszen amikor azért írják, hogy itt vagyunk, de a mestert elfogják, akkor Péter azt mondta többé, hogy gyertek, menjünk, halljunk meg belőlük. Amikor Jézus elkezdett célozgatni arra, hogy az ember fiának szenvedni kell, meghalni és föltámadni a halálból, félrehívta és azt mondta, Uram, ez nem történhet meg veled. Még nagy csütörtök este is hősködött, Uram, még az életemet is tudatom érte. Oda is meg neki ment a főnök a szolgáinak, levállalkozni. Tehát Jézusért tényleg tűzbe ment, és hűséges volt hozzá. Ugyanakkor ez a Péter apostol tudott bűnvádló lenni, és tudott közösséget vállalni. És ahogy az evangéliumban is hallottuk, egy másik helyen, ahogy az evangélium mondja, hogy a Péter megkérdés, szeretni, a Péter nem magyarázkodott, nem keresett érveket, nem keresett indokot, egyszerűen azt mondta, Uram, de minden azt is tudod, hogy szeretni. Ezért is vállalta az apostolságát. Ezért is vállalta azt, hogy elmenjen Rómába, van idegen, ő, aki a korára mindig írástudatlan ember volt, mégis elment Rómába, és a krónikás azt írja, mikor odaértek a társaival a Róma közelébe, megdermedve látta a kőrengeteget, és azt mondta, Uram, te egykor megtanítottál, biztos rával átkelni a hullámokon. A tengeren most arra kérlek, hogy biztos rával érjed célt, ezen a kőtengeren is. És Péter bement Rómába, és látta az életnek a különböző helyeket.
ami már szerencsétlen akkor így hátrányú hatalomnak, mert már Péter is felelősségre voltál. És Péter vállalta ezt a felelősséget. Vállalta alázattal és hűséggel. Hiszen ugyan elindult, hogy Rómát elvetted a mégiség a korból. Úgy érezte övé mellett a helyet, és amikor a halálos órákra került sor, akkor alázattal azt kérte, hogy ne úgy, mint a mester, hanem ő helyet pedig feszítsék a keresztbe. És Szent Péter élete eszünkbe jutatja az isteni ígéretet, amit a szeretet tanítvány Szent János a látomására jött. Légy ő, mint halálunk, és én életet adok neked győzelmet a szóval. Bár egy egész más világból, de céltudatos és elszállt. Ezzel a lelkülettel, ezzel az indulattal üldözte a fiatal egyház keresztényeit. És a damaszkuszi úton ezt az elszántságot, ezt a célra törést használta föl a Jóisten, hogy Pál apostol ezt az értékeket ne pazarolja, ne rosszra tegye, hanem a jó ügyet szolgálja vele. Természetesen nehéz volt elhívni, hogy Saulból Pál lett, az üldözőből apostol lett, az ellenségből barát lett. De hát az ember, amikor valaki megváltozik, megtér és jobbá lesz, nem hiszik el, pedig ez csak akarat és kegyelem volt. Annak a segítségével minden lehetséges. És a Jóisten nem az alkalmasokat választja ki egy feladatra, hanem a gyarló embereket teszi alkalmassá arra, hogy nekik feladatot, küldetést és elhivatottságot adjon. És Pál apostol többször mondta a Krisztus szeretetessége, mi bensődött ez a szeretet, az ige hirdetésben. A teológián tanultuk három missziós útja volt, az akkori Szentföldről Ázsián át Rómán, amikor mi olvasunk a korintusi Kolosszai Tesszaloniki és egyéb gyülekezet levelét, akkor azokban az egyházközségekben, városokban mi megfordulunk, nem hétésen. Volt, amikor puszítottak ellen, volt, amikor veszekedtek el, elűzték a városból, vagy éppen bozütéssel, vesztőzéssel, börtönnel sújtották, és mindezt fölvállalta. Nem hátrált meg, hanem tovább tette a dolgát. És amikor számvetést tart a börtönben, Timóteusnak az egyik legjobb tanítványának ért, amelyről hallottunk a Szentleckében is, három dolgot írt. A jó harcot megharcolta, a pályát végigutotta, a hitet megtartotta, mellette már mindig az Úr és előtt döntött belé. Ennek a végtotában a testvérek, a mi sebeink is begyógyulnak, a mi könnyeink is csillognak, és a mi szívünk is ki tud nyílni mások felé. De mi nem csak keresztények, keresztény magyarok is vagyunk. És a mai nap minden percetje Szent László király is így kerül a mi lelki szemeink elé. A Szentírásban az a hitalom is elmondjuk, a 40-es szám egy különös, annak üzenet értéke van, és a magyar történelemben is, hiszen 40 év kommunizmus rászkult le magunkról, főleg az idősebb nemzeti. 40 év Belavac, Bermiszáj után az akkori főrendek Lászlóhoz mentek könyörögni, mert tudták, milyen bukó, milyen állatos. Nem a jogos trónörökösöd a bátyjához, hogy fogadja el a királyságot. László ezt ideiglenesnek gondolta, ott már rendez, és Péke visszaadja a jogos tulajdonosnak a bátyjának a királyságot, ezért nem kormányzhatta meg magát, de Lászlóra nagy küldetés várt. Hiszen megvolt benne minden, ami egy magyar élethez kell. Az egészséges magyar vért
biztonság ember fogjára. Aztán az erkölcsi élet, az erkölcsi mérce, igen elmúlott, igen mulatott az osztályba. Igen, olyan törvény kellett hozni, hogy aki egy tudnál többet rók, azt föl kell lakasztani. Hát azért mai nagyon sokat haszott ember lenne, de ezt kellett meghozni. Ugyanakkor az egyház is, mint a 90-es években, szétnyírválva, bezárva, összezárva, kinullázva volt. És igenis Szentlászló király törvényekkel, tekintéllyel, államölmi segítséggel mellette álló az egyháznak, és mellette álló a hívő népnek. Ne hiába jött róla a krónikás, hogy rugalmas és felkuralkodó, vigasztalja a bajba jutottakat, fölemelte az elnyomottakat, az árvának a jó atya és a bajba jutottak menedékének. Hűség, elszántság, nagy lehetőség. Ezek birtokában kedvesek lehetünk a Jóisten és embertársaink szemében, talán még ellenségeink előtt is. Nem hiába biztos és bátorít bennünket a Költő, majd halálod és nézed a nyugat, melyet becsület vállalhat, megtiporva az elénk az ész, még a vétek kétségnek ér, s a utána fölni sorsa édenünk. Álljon a kanás a mérlegen, kiskacsóink összetéve szépen, imádkozzál édes gyermekem. Amen. Hiszek én Istenben. Segíts és oltalmazd,
hogy elkerüljük áldásom bőségével Krisztus, a mi Urunk által. Keletről napnyugati, tiszta áldozatot mutasson belénye.
Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szent Élet által szentelnek áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiatnak a mi úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szentikokat ünnepeljük. Kezébe vette a kenyeret, és véget hálát adományás módon megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájunk, mert ez az én mi testem, mely érdeket adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret és véget hálát adományás módon, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én érenkeim az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Thank you.
Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az isteni bárány. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlék, hajlék, ha nem csak egy szóval, és nem Jézus. Ott vagyunk éljük egy házadban,
hogy egy szívvel, egy lélekkel szeretetben, alapot vetve megmaradjuk a kegyétörés közösségében és az apostoli tanításban. Krisztussal mi úrunk által. Amen. Testvérek, az áldás előtt annyit hirdetnék, hogy jövő vasárnap már a megszokott időben reggel 8 órakor lesz a szentmise, az áldás pedig mindennek a legvégén lesz, mielőtt megkezdődik a kinti tánc, meg minden áldott, ami ebben a templomban történik, minden alkalommal, és ma is áldott minden Isten dicséret, egymás felé fordulás, megbecsülés és köszöntés, ami most történik. Szeretettel köszöntök minden kedves megjelenőt. Elsősorban Gyarmati Józsefné, Mária Vigyi, a távol, a Vigyi. Egy hatalmas élet után, nagyon sok kutatóval, nehézséggel, de mégis a végeredmény azt mutatja, hogy egy gyönyörű szép életpálya eredménye ez a viszontlevél, és hát az élet többi része is. Az öt gyermekkel, a sok unokával és a unokával azt mutatja, hogy érdemes volt itt Kemenes-Szentpéteren napvilágot látni 1929-ben, és érdemes volt a képviselőtestületnek is pár évvel ezelőtt a díszpolgári címet arra érdemesnek megszavazni és átadni. Úgyhogy nekem most az a kitüntető feladat jutott, hogy egy díszoklevelet adhatok át, és még egyszer gratuláljak ez a szép életpályához. Feledve a nehézségeknek, maradjunk csak az örömök. Gratulálok! Thank you.
nem elég a látásos lenni, csak még nekünk is köszönhetően szegény. Nem először hallom egy gyönyörű dallatokat, de ez az imádság engem mindig gyönyörűsített. Sokfél élmény juttat az eszembe, amit átélettem. És a régen kimentek haza a templomból és a miséről, hogy azt mondták az otthon levőknek, hogy legyen részük benne. Mi is azt tudjuk mondani, hogy a mai bucói szemése kegyelmeiben, élményeiben, Péter és Pál apostoloknak a hitvalló lelkületében, a szűzanyának az oltalmazásában és az égiek áldásában legyen részük. És eszembe jut egy fölírás emlék. Talán olyan leütött az az illető, akit elütöttek és autóval elütöttek, kiszaladt az útra, és mielőtt meghalt a mentősöknek, csak azt mondogatta, tiszteltetem a tanítónémet. És ezek voltak ennek a fiatal gyereknek az utolsó szavai, és azért az egy döbbenet, hogy valaki utolsó szavaival arra gondol, aki őt tanította. Mert a Szentírás azt mondja, akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek öröktől örökké, miként a csillagok. Atyuk országában is. Mi is azért vagyunk itt, hogy tanítsunk és tanuljunk egymástól. És ebben kérünk a mennyei segítséget, és ebben nekünk egymásnak is a segítségére. És így kérjük áldást önmagukra és mindazokra, akiket ebben az áldásban bele szeretnénk foglalni, hogy a szentmise után, miután Istenhez emeltünk tekintetünket, és egymásra baráti szívvel szemmel nézünk, amikor a szentmise után kimegyünk, és megnyitják a táncosok is a búcsút, akkor ez az Istenre lévett és egymáson maradt tekintet, az legyen baráti, legyen áldott, és legyen sokáig tartó. És majd a Sanyi kezdve lévő pontába, van egy szép dal, Erdélyi művésznőnek írták, nagyon szép is. Hölgy is nagyon tartalmas, neki írták, és ez a dal, ennek a vége úgy szól, kicsépp a jó Isten, áldja meg az éltedet, tegye kéké fölötted a szép egyet, törülje le a sok könnyet, adjon békét néked, hogy végre már boldoguljon sokat gyötör szegény magyar népen. Szent Péter kulcsai, Szent Pál tanítása és mindkettőjük körben járása juttasson el mindjártunkat a mennyei hatába, ahová már boldogan eljutott Péter a kereszt és Pál a kard által. Amen. És mindjártunkat, akik itt együtt vagytok, a szeretteitekkel együtt áldjon, oltalmazzon és védelmezzen a mindenható Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise végeként mondjuk áldást a Úrnak.